Jó napot kívánok! Karcagváros önkormányzata a Dérini Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a 27. Nagykunsági Kulturális Napok nyitó rendezvényén. Tisztelettel köszöntöm körünkben Kovács Sándor urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Tisztelettel köszöntöm Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Tisztelettel köszöntöm Gyurcsek János alpolgármester urat. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes művésztanár, festőművészt, a mai kiállítás alkotóját. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Barta Júlia etnográfus keletkutatót, aki a mai kiállítást megnyitja. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének jelenlévő tagjait, az intézmények vezetőit, képviselőit, az alkotó kedves családjának tagjait és minden kedves jelenlévőt. És természetesen nagy szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, akik majd a képernyőn keresztül kísérik figyelemmel ezt a csodálatos rendezvényt. Tisztelt ünneplő közösség! Örömmel mondhatjuk, hogy immár 27. alkalommal rendezzük meg a Nagykunsági Kulturális Napok programsorozatot, melynek megnyitása előtt egy örömteli hírt szeretnék megosztani Önökkel. Tegnap a megyeházán kitüntetések átadására került sor, ahol 6 karcagi egyén vagy közösség is elismerésben részesült. A kitüntetésekhez szívből gratulálunk, és intézményünk nevében külön köszöntjük a Dériné Kulturális Központ Pántlika Néptánc csoportját, akik tegnap átvehették Jász-Nagykun-Szolnok megye közművelődési díját. Intézményünk nevében kis ajándékkal szeretnénk nekik kedveskedni. Felkérem Szepesi Tibor igazgatórat az ajándékok átadására, és felkérem Oroszné Milinkoffer Rita és Nagy Csaba táncpedagógusokat az ajándék átvételére. Mindannyiunk nevében szívből gratulálok, és további munkájukhoz sok sikert és szép eredményeket kívánok. Szívből gratulálunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem, fogadják szeretettel a Pántlika Néptánc csoport műsorszámát, melynek címe Szilágysági táncok.
köszönjük a hangulatteremtő vidám perceket. Remek hónap ez az augusztus nekünk, hiszen a Pántlika Néptánccsoport egy rangos megyei elismerésben részesült, illetve hírt kaptunk arról, hogy a tavasszal beadott, a Csóri Sándor alapra beadott pályázatunkon több mint 1,3 millió forintot nyertünk. A néptáncruhák és a technikai eszközpark fejlesztésére is nagyon büszkék vagyunk erre, úgyhogy csupa jó hír. Köszönöm szépen. Felkérem Dobos László urat, városunk polgármesterét a 27. nagykunsági kulturális napok megnyitására. Köszönöm szépen, mielőtt belekezdenék, azt hiszem, hogy tényleg elmondhatjuk, hogy ez igazán vérpesdítő volt, és jobban nem is kezdődhetne a 27. nagykunsági kulturális napok, és még csak annyit, hogy tegnap nagyon jó volt karcagirak lenni Szolnokon, mert hogy tegnap zajlott az ünnepi megyei közgyűlés, és a pántlikásokon kívül, akiknek szívből gratulálok innen is, rajtuk kívül még nagyon sokan vehették át, egészen pontosan rajtuk kívül 5 díjazott, megyei díjazott vehette át a kitüntetését a tegnapi napon. Őket is meg fogjuk majd ismerni, nem itt, hanem a testületülésen. Ez csak egy kis kitérő. Tisztelt képviselő úr, alpolgármester úr, képviselőasszony, képviselő urak, művésznő, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a 27. nagykunsági kulturális napok megnyitó rendezvényén, ami tulajdonképpen 1991 óta zajlik, és mindig az augusztus 20-i nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódik ebben a városban. Augusztus 20-án, mindenki nagyon jól tudja, az államalapításra, államalapító Szent István királyunkra emlékezünk, és természetesen az új kenyeret is ünnepeljük azon a napon. Hogy színesebbé tegyük évről évre a programot, rögtön a rendszerváltás után elhatározásra került, hogy ekkorra időzítjük tehát a nagykunsági kulturális napokat is, hiszen van bőven bemutatni valója a nagykunságnak ezek belül szűkebb hazánkban, hazánknak, Karcagnak is természetesen, és évről évre gazdagabb programokkal rukkolunk elő, csábítva Karcagváros lakosságát és a környékbélieket, hogy vegyenek részt ezeken a rendezvényeken. Nincs ez másképpen ebben az évben sem, hiszen valóban hihetetlen gazdag hagyományokkal, értékekkel, identitástudattal és magyarsággal rendelkezik Karcag lakossága, és ezen belül is külön köszönet és gratuláció mindazoknak, akik tehetségükkel, szorgalmukkal olyan tevékenységet vívnak ki maguknak, és büszkeséget a város lakóinak, amivel megállják a helyüket országvilág előtt. Tisztelt jelenlévők, én úgy gondolom, hogy az idei program is egy kis ízelítőt ad a hagyományainkból, kultúránkból. Többet nem is lehet vállalni, hiszen a nagykunság kultúrája az tulajdonképpen hetek alatt se lehetne bemutatni, nehogy napok alatt, olyan gazdag ez az értékünk, de ízelítőnek, étvágygerjesztőnek mindenképpen jó. Az idei programot úgy állítottok össze, hogy a kultúránk bemutatásán kívül legyen lehetőség azért a kikapcsolódásra, a hasznos időtöltésre is természetesen, úgyhogy hívunk és várunk mindenkit a rendezvényeinkre, programjainkra. Én úgy gondolom, hogy érdemes lesz ellátogatni, hiszen valóban sok-sok érdekességgel találkozhatunk a mai napon, a holnapi napon és az azt követő két napon is, amíg nem zárul a rendezvény a hétfői tűzijátékkal. Tisztelt jelenlévők, köszönöm és nagyon boldog vagyok, hogy eltetszettek fogadni a meghívásunkat a kutyamelleg ellenére is a kora délutáni órákban. Én kívánom azt, hogy érezze jól magát mindenki az elkövetkező napok programjain. Jó szórakozást kívánva a 27. nagykunsági kulturális napokat megnyitom. Köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni. Megköszönöm polgármester úr kedves gondolatait.
és önöket pedig megkérem, hogy fogadják szeretettel a következő műsorszámot, ahol a karcagi táncokat láthatunk, a Pántéka Néptánc csoport tagjainak előadásában fogadjuk őket nagy szeretettel.
Szép hagyomány, hogy a nagykunsági kulturális napok keretein belül évről évre igényes kiállításon mutatkozhatnak be festőművészek, szobrászok, alkotóművészek. Most dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes képzőművész, művésztanár Karcagvárosról festett képeiből nyílik tárlat. Felkérem dr. Barta Júlia keletkutató etnográfust a kiállítás megnyitására. Tisztelt országgyűlési képviselő úr, polgármester úr, képviselő hölgyek és urak, hölgyeim és uraim! A város, ahol élünk, Karcag, különös hely. Történelmi szerep a nagykunság központjává emelte. Bármilyen történelmi vihar sodort rajta végig, mindig meg tudott újulni, mert mindig volt őrhelyét el nem hagyó lakója. Ezer szállal kötődünk hozzá, hazánk a hazában, otthonunk itthon. Akinek a szülőföldje, tudja, mit jelent ez. Mindent, ami fontos az ember életében, innen kapott. Mércét és mértéket, amely életre kitartó muníciót adott. Aki ismeri a mi városunkat, vagy csak átutazóként láthatja is, azonnal szembetűnik, hogy Karcag a művészetet pártoló város. Varázsos hely, amely sok kiváló alkotónak adott életre szóló inspirációt, legyen az irodalmár, szobrász, festő, keletkutató. Innen indultak, és javarészük pályája itt teljesedett ki, vagy ide tértek vissza a szülőföld adta feltöltő erőért. Bár dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes nem itt született, hanem a szomszédos Püspökladányban, de eszmélése, művészi kiteljesedése ide köti. Különleges, mondhatnánk, rendhagyó kiállítást nyitunk ma. A Város, ahol élünk című kiállítás egy festő vallomása is egyben. Az ő szemszögéből csodálhatjuk tereinket, szobrainkat, épületeinket. Szerelmes földrajz, ecsettel írva. A szerelmes földrajz nem csak írói, költői műfaj, magukénak érzik a tárgyalkotó művészek is. Ecsettel megörökíteni a határt a violaszínű ég alatt, vagy egy-egy középületet, amely a nagykunsági történelem mérföldkövét jelzi, ugyanolyan kötődést érzékeltet, mint bármely más művészeti műfaj. Zagyva Ágnes képein különös fényben fürdik a város. Élmény vele varangolni. Ez a válogatás Ágnes munkásságának csupán egy szeletét mutatja. Művészetének egy mesdjéjét, a tájképfestészetét. Kiváló válogatást adhatnánk művészetének más területéről is, hiszen igen termékeny alkotóval van dolgunk, aki portréfestőnek épp oly jó, mint tájfestőnek. Sokszínű a skála, ami a munkásságát jellemzi. Szinte minden területen kipróbálta magát, az örökös kísérletező kedv és az életöröm sugárzik a képeiből. Kevesen tudják, hogy illusztrátorként is kiváló. Van egy kevéssé ismert területe az alkotó életének, ez pedig a versek iránti érzékenysége. Az elmúlt évben a török líra területéről 22 kortárs török költő verseiből válogattam, fordítottam, és Gősi Bali költő műfordításában dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes illusztrációival irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Remélem egyszer kötetben is kézbe vehetjük. Hölgyeim és uraim, ha ezt a piktúrát valamelyik ismert stílus keretébe szeretnénk besorolni, talán a posztimpresszionizmus lehetne az. Ám valójában ez a profil nem igényli az irányzatok szerinti bejegyzést, mert annyira egyedi. Alkata, természete rendhagyó. Olyan a festészete, mint az örömben fogant szerelemgyerek, csupa élet, lendület, a természeti lét kimeríthetetlen szépségének titkait virtatja. Dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes művészetének inspiratív eleme a táj. Művésztanár, ahogy magát meghatározza. Minnyáján tudjuk, hogy mennyire fontos az életben egy-egy meghatározó tanáregyéniség. A világot nyitja ki. Olykor pályaorientáló, máskor sajátos látásmódot tanít velünk. A művészetre nevelés, a művészetet befogadni képes ember nevelése a legfontosabb dolgok egyike. Léleknyitogató a művésztanár.
Kodály Zoltán ugyan a zenei nevelésre értette, de a gondolat minden művészeti ágat oktató tanára érvényes. Idézem, fontosabb tudni, hogy ki Kisvárdán az énektanár, mint azt, hogy ki az operaház igazgatója. Idézet bezárva, mert a művészetre érzékeny közönséget nevelni kell, féltő gonddal óvni a silány behatásoktól. Dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes a sárréti táj szülöttje, de a nagykunság az éltető közege. Minden rezzenésében, minden ecsetvonásában a kunsági tájhoz kötődik. Általános és középiskoláit szülővárosában, Püspökladányban végezte, a képzőművészet iránti első inspirációit a debreceni művésztelepről kijáró művészektől kapta, ez az érdeklődés meghatározta további életét. Felsőbb tanulmányait a Könnyipari Műszaki Főiskolán, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán végezte, majd a Képzőművészeti Főiskola, ma Képzőművészeti Egyetem rajztanárok felsőszintű képzésén festészetet tanult. Művészeti pályafutására ez utóbbi volt a legnagyobb hatással. Kivált kép két tanára, Bálványos Huba és Balogh Jenő útmutató irányításai alakították a szemléletét. Ahogyan Bálványos Huba művészettörténész írja a munkáiról, idézem, Zagyva Ágnest a természet, a víztükör, a növényzet, főfa, virág tárgyköre kimeríthetetlen kínálattal ihleti festésre. Született tehetsége tulajdonképpen színérzékenységével nyilatkozik meg legfelszabadultabban. Jól operál a fénnyel és az atmoszférával, idézet bezárva. Ágnes dolgozott mérnökként, tanárként, alkotópályája később, alkotótáborok ösztönzésére Karcagon és Berekfürdőn teljesedett ki. Stílusa ma már érett művészé avatta. Személyiségét leginkább festői hitvallása mutatja, idézem, boldog ember vagyok, mert egész életemben azt csinálhattam, amit a legjobban szeretek. Végig játszom az életemet. Számomra a szépség, a boldogság kiapadhatatlan forrása, csak meg kell keresni, mert mindenütt elrejtőzhet, idézet bezárva. Műveit számos helyen állította már ki, itthon és külföldön egyaránt. Tagja több alkotóközösségnek, így a Decsi, a Kétegyházi, a Tőserdei, Dunafalvi, Bélmegyeri, Kötegyáni alkotótáboroknak. Számos közintézményben láthatjuk festményeit, iskolákban, művelődési intézményekben, polgármesteri hivatalokban, és természetesen a kortárs képzőművészet fellegváraiban, a galériákban. A Decsi Galéria, az Agárdi Galéria, a Kiskunsági Nemzeti Park galériája őrzik műveit, és munkáit beválogatták a Tehetséges Alkotók Magyarországa online galériába is. Sikereit elsősorban a munkái mutatják, de az értük kapott elismerések is erősítik. Lélekpihentető városi sétára hívjuk Önöket, barangoljunk Karcagon, és élvezzük dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes ecsettel írott kalauzolását. Lássuk, milyen gyönyörű a város, ahol élünk. Köszönöm. Nem akartam megszólalni, de olyan sok kedves jó barátom, és nem utolsó sorban családtagom van itt, hogy mégiscsak rövid leszek, Ildikó néni, rövid leszek. Köszönöm, hogy eljöttetek, megtiszteltetek, hogy megnézitek a munkáimat. Köszönöm a városvezetésnek és a ház vezetésének a kiállítást és a méltó körülményeket, nem utolsó sorban a kiadványt, amit úgy látom, ti is, Önök is a kezetekbe tartatok. Köszönöm szépen! Szívből gratulálok én is a kiállított képekhez, és köszönöm a csodálatos gondolatokat Júliának.
Most felkérem Dobos László polgármester urat és Szepesi Tibor igazgató urat, hogy legyenek kedvesek ajándékot átadni az alkotónak, Júliának és családtagjának. Tehát én felkérem polgármester urat és igazgató urat, fáradjanak ide. És elsőként egy virágcsokrot adjanak át a kiállítás alkotójának, dr. Kenyeresné Zagy Vágnes festőművésznek. Művésztanárnak és remek matematika tanárnak. Nekem ő volt a matematika tanárom, és meghatározta a későbbi pályámat. Szeretettel köszöntjük dr. Kenyeres Imrét is, a kiállítónk férjét, és fogadja szeretettel. És még egy virágcsokorral szeretnénk kedveskedni dr. Barta Júlia etnográfusnak, keletkutatónak, aki a kiállítást megnyitotta. Köszönjük szépen! Tisztelt hölgyeim és uraim, kérem, tekintsék meg a kiállítást, majd vigyék hírét, hogy szeretettel várjuk az ismerősöket és a családtagokat is. A tárlat 2018. szeptember 6-áig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között várja a látogatókat. Tájékoztatom önöket, hogy augusztus 20-án rendkívüli ünnepi nyitvatartással 10 és 17 óra között várjuk látogatóinkat. Tisztelt ünneplő közösség! A kiállítás megnyitó véget ért, de a tárlat megtekintése után lehetőség van kötetlen beszélgetésre az alkotóval és természetesen egymással.